szekrényemben 9 szutya is kaptam. Kezdődjük az előadás. Hű, de nagyon elfáradtam. Letelepedök ide egy szusszanásnyi időre, hiszen már pitymallat óta szántok a két kis tökröcskémmel. Nekik is kell egy kis pihenés. Akinek annyi gyereke van, mint a lostalika, annak korán kezdődik a reggel, hogy ennyi adhasson a sok éhes szájnak. Mi ez a furcsa hang? Ott az erdő szélén. Ti is látjátok? Az a hatalmas medve, csak nem az a csöpnyi nyuszival akar berekedni. Láthatok volna magához illő ellenfelt is. Kezdjük a kisebbel kezdeni. Hűha! Ez bizony meghalotta! Úgy látom, alaposan fejlőszítettem. Na te szegény ember, rajtam nevettél. Ezért most megeszlek téged és az ökreidet is. Kegyen már a fejemnek, ne legyél meg medve kuma! Nekem ott sok-sok gyereke van, s ha nem szántam fel a földet, nem lesz búza, s mit esznek a kis gyereket? Várjál estig, estig szántogatok, s este gyere ide, s akkor megetsz engemet is, s a tökötet is. Jó, addig pihenek az erdőt. Jaj, ez szegény fejem, most mi ezt kezdjek? Küldeni az én gombom, jaj, hogy mi ezt kezdjek? Hallod, te szegény ember? Miért húsulsz olyan erőst? Hogy nem húsulnék jó kakoma, amikor fogad kell, sem ér már az én életem. Tudod, az úgy volt, hogy szemben csak a... Hát, te ezért egyet sem húsulj. Mit adsz nekem, ha én adok neked egy jó tanácsot? Van-e valami baromfi a házatoknál? Van, éppen van. Feleségemnek van 9 tyúkja és egy kakasa. Hát, hogyha te azt mind nekem adod, akkor én adok neked egy jó tanácsot. Tudod? Neked adom, este jetsz utána. Tudod, szegény ember, én este felé egy kicsit hamarabb acska idejövök, és bebújok egy bokorba. Mikor a medve idejön, hogy megeltjel téged és az ökreidet, akkor én... Jó lesz így? De jó van, kakuma, áll az alkú. Tanul meg a leckét, többet észel, mint elővel. De hamar eltelt ez a nap is. Gondolom már jön is a róka. Jól van, Lukakum, akkor bújj be ebbe, itt ebbe a bokorba. Rendben. És már jön is a medve. Na, de szegény ember, eljöttem. Most megeszlek téged is, az ökreidet is. Jól van, megjön. Medve, te is holdom, mert ide hallom. Mit teszed úgy, szegény ember? Én nem tudom. Biztosan jönnek a vadászok, meg akarnak téged lőni. Jaj, bújtass el, én úgy félek. Itt van egy zsák, bújjál bele. Mi van ebben a zsákban? Te szegény ember. Hát egy szeles tuskó. Nem hiszem én azt el. De az van benne. Hát a szeles tuskó, vágd bele a fejszélet. No, ez a szegény pára is kilelte a rákét. Itt az ideje, hogy a mi ügyünkre térjünk. Megígérted, hogy azt nekem 9 tyúkot és egy kakast. Én este elmegyek utána. Gyere csak, komán, várlak, Isten áldjon. Én sem álltam hátul a sorban, amikor az észt osztogatták. Áron fiam, gyere elém! Igen, édesapám? Ilyen vendégeket várunk. Ilyen vendéget várunk, arra azt fogok, hogy ne hozzan. De szemágában sincs megadni, amit kér. Ezért, fiam. Ha én intek nektek, kezdjétek el a testvéreiddel együtt ugatni, ahogy csak a tolkotokon kikér. Igen, és édesapám, többet észre, mint felőtel. Tessék, ki az? Én vagyok itt, a róka. Eljöttem a 9 tyúkért és a kakasért. Jól van, várjál, fel kell felöltözöm. Hát ez mi? Ó, hát lefekvéselt, véletlenül nyitva felejtettük az ajtót, és bejött egy csomó kutya az ágy alá, most megérezték a szagodat, és ki akarnak rontani. Jaj, jaj, szegény ember, fogd meg őket, hadd fussak el! De igyekezned már, alig tudom tartani az én hájukat! Na, ugye még a rókától is lehet tanulni.